Jó estét kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Önök a Városi Televízió és a Pece és Társa koncertiroda havi rendszerességgel megjelenő műsorát, zenei magazinját, a Zenesarkot látják. Mai műsorunk támogatója, szponzora az Alice Kavin Borászati Részvénytársaság. Olyan időket élünk most így a tavasz végén és a nyár elején, hogy felvételik, vizsgák, zajlanak iskolákban, természetesen a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában is. Első bejátszásunkkal a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola fölvételi vizsgájára szeretnénk Önöket elkalauzolni. Tapsolni fogok neked, tapsolj vissza, jó? Miért jöttél te ma ide a zeneiskolába? Hát, hogy beírassanak. Mégpedig mit szeretnél tanulni? Zongorázni. Miért pont zongorázni? Mert jó. Úgy gondolod, hogy ennek majd hasznát veszed később? Igen. Esetleg van olyan terved is, hogy énekelsz, és közben majd zongorán kíséred magad? Igen. Az én ingem lengyel gyors, csak hogy rotya nincsen. Az én csizmám karma zsír, csak hogy talpa nincsen. Azért hordták a csizmát, hogy táncoljunk benne. Ha rojtos is, foltos is, illik a tánc benne. Mit kellett ezen a felvételén csinálni, meséld el nekem. Tapsolni, énekelni. És láláztak, és vissza kellett lálázni. Ha ide kerülsz a zeneiskolába mondjuk, akkor mit szeretnél tanulni? Zongorázni. Miért pont zongorázni? Mert a tesóm is azt tanulta. Aha, nem gondoltál, hogy valami másik hangszert, és akkor ő tudna téged kísérni? Nem, mert ha zongorázok, akkor ő is tud tanítani. Ügyes vagy! És egy utolsó. Na, még egy ráadás. Jól van, rendben van. Nem csak a vizsgák zajlanak itt a zeneiskolában most, hanem a felvételik is. Hát én most nem voltam itt egy felvételén, csak pár perc volt. Mennyire tudja egy szakértő fül, szem megállapítani, hogy mennyire tehetséges valaki? Hát, hogyha meghalljuk az ének hangját, és a ritmus érzékét kipróbáljuk, akkor alapvetően kiderül, hogy mennyire alkalmas a zenei pályára. Mivel kezdik ezek a gyerekek szeptemberben a tanulást? Előképzővel kezdik, tehát csak kottaírás tanulnak, kottolvasást tanulnak egy évig, utána kezdik el a hangszer tanulást. Mennyire fontos, hogy minél korábban elkezdjen valaki zenét tanulni? Hát második általános iskolás korban kezdenek az a rendje, hogy valaki előképzőt kezdjen el tanulni, akkor már megtanult olvasni, írni, és akkor tudunk vele elkezdeni foglalkozni érdemben. Az az érdekes, hogy ön előadó művész is, és közben tanítja is a kisgyerekeket, az egész piciket és még szolfésra is. Meg lehet kérdezni, hogy melyik áll közelebb a szívéhez? Annak ellenére, hogy ugye karnagyi végzettségem van, és talán valamilyen szinten tudok is vezényelni, nagyon-nagyon szívesen tanítok. Legalább annyira szívesen tanítok, mint ahogy vezényelek vagy zongorázok. Tehát nem tudok ezek között választani. És amikor tanít, akkor mire gondol, hogy majd kinevel valamilyen nagyon tehetséges zenész, vagy inkább csak az öröm adására, annak az örömnek az adására, amit a zene adhat? Hogy kinevelek egy tehetséges zenészt. Az a lényeg? Az a lényeg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy itt a stúdióba még nem mutassam be vendégeimet, hanem először hallgassunk egy kis fuvola muzsikát, Kodály Epigramma. Thank you.
Köszönjük szépen! No és akkor hadd mutassam be a szép fúla muzsika megszólaltatóját, Hepp Andreát, és ebben meg is szeretnélek kérni, hogy gyere, foglalj ide helyet közénk. Tehát aki ezt a szép fúla muzsikát interpretálta nekünk, Kodály epigramáját Hepp Andreának hívják, és hadd mutassam be még a tanárnőjét, a Liszt Ferenc Zeneiskola fafúvós tanszakvezetőjét, Ágostonné Béres Kornéliát. Hogyan áll össze egy ilyen produkció? Hogy állhat ki akár egy fiú, akár egy lány, hogy ilyen szépen fúvolázik, tanárnő? Nagyon sok munka. Ez az első. Nagyon sok mérgelődés, nagyon sok sírás és nagyon sok öröm. A kedves növendéknek a szemén úgy látom, hogy inkább csak az öröm mutatkozik, sírás és kínódás nem nagyon látok rajta. Andrea, milyen érzés kiállni és a televízió nyilvánosság előtt eljátszani ilyen szép számot? Hát lehet izgulni is, de szerintem nagyon jó érzés. Mindenki lát. Otthon biztos valaki nézi a tévét, papa, mama, anya, apa, és rögzítik videóra, és reméljük, ugye? Andrea, licces, mondd meg nekem, hogy van-e valami konkrét terved a fuvolával? Azért kérdezem ezt, mert tudom, hogy van a rokonságban olyan, Hepp Attila, ugye, aki trombita művész, kolléga, esetleg te is játszod azon a gondolattal, hogy netán fuvolista leszel? Igen, már gondolkoztam róla, én is azt szeretnék lenni, mint Kornélia néni. Aha, tehát fuvola művész és tanár. Igen. Nagyszerű, hányadik osztályos vagy most? Iskolában. Hatodikos. Az azt jelenti, hogy akkor van még 2 évet, amit dolgozhatsz. És van esetleg valami konkrét iskola vagy tanárterved, ahová szeretnél tovább tanulni menni? Van. És pedig? Hát, ha minden igaz, Pécs. Pécsen, mert Pécsen ki tanít, akihez garanciával oda lehet adni egy tehetséges növendéket? Pécsen fiatal tanárkollega van, Szerlindi Zsuzsa, aki most jött vissza, és hát azt tudni kell, hogy Kaposvárról indult, ahonnét én. Szóval mi nagyon régóta ismerjük egymást. Aha. És hát nagyon jobban vagyunk, és nagyon jó kapcsolat van köztünk, és megpróbáljuk. Ágostonné Béres Kornélia, mint említettem már, a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola fafúvós tanszakvezetője. Külön büszkeség nekem, hogy annak idején, mikor a Pécsi Konzervatóriumban tanítottam még, én magyarázhattam neki el, hogy milyen szép ez a város, és hogy érdemes idejönni tanítani, és érdemes szekszárdi polgárként a gyerekeket nevelni. Megbántad-e ezt a választást? Nem. Én nagyon jól érzem magam. Szeretem a környezetet, kollégákat, gyerekeket, a várost, úgyhogy... Ezek szerint akkor nem túloztam, ugye, amiket elmondtam Szekszárdról annak idején? Nem, az a habos tetejű torta, mint a zeneiskola. Ez nem volt túlzás. Ugyanis annak idején azt kérdezte Ágostonné Béres Kornélia, akkor Ágostonné voltál már, vagy csak Béres Kornélia? Még csak Béres Kornélia volt. Hogy miről ismeri meg a zeneiskolát? És én azt mondtam, hogy a környezetünknek azt hiszem a legszebb épülete, vagy legalábbis a városközpont egyik legszebb épülete, olyan a tornya, mint egy habos torta, amit ezek szerint azóta sem felejtettél el. Igen. További terveidről, kedves kolléganő? Mármint? Esetleg valami tanárként valami versenyen való részvétel, vagy szólista pályafutás? Folyamatos hangversenyezés, aztán írnak ki különböző kamarazenei versenyeket. Reméljük, hogy majd a Zenetanárok Országos Fafúvós versenye is létrejön, van ilyen terv, és szeretnék azon részt venni. Aztán szeretnék ilyen növendékeket kinevelni, mint az Andrea. Hát én kívánok ezekhez a szép tervekhez nagyon sok sikert és jó egészséget, legyen sok ilyen tehetséges növendéket, és legyen fafúvós verseny is, ahol megmutathatod azt, hogy Szekszárdnak milyen jól fölkészült fafúvós tanszakvezetője van. És most akkor szeretném kérni, hogy valami közös produkcióval készültetek. Mi lenne ez? Egy kvánc andantét játszanánk el az Andreával. Ketten. Azt mondom, hogy ennél szebb dolog nincs is, mint amikor a növendék és a tanára együtt játszanak, együtt kamarazenének. Tessék, fáradjatok a színpadra, és akkor hallgassuk meg. Kvánc andante. Előadják Hepp Andrea a növendék, és Ágostonné Béres Kornélia a tanárnő. Thank you.
Köszönjük szépen! A szép fuvola muzsikát tehát Hepp Andrea, növendék és Ágostoné Béres Kornélia tanárnője adták elő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mielőtt a műsort folytatnánk, engedjék meg, hogy fölhívjam egy igazi zenei csemegére a figyelmüket. Szerda este 17-én, 19:30 a Művészetek Házában a Western Washington University Collegium Musicum ének és kamarazenekara hangversenye lesz a Szekszárdi Rotary Club rendezésében, művészeti vezető Tei Mária Karnagy. A rendezők sok szeretettel várnak mindenkit. Tehát szerda este 19:30 a Művészetek Házában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Önök a Zenesarkot látják, a Városi Televízió és a Fecei és Társa koncertiroda havi rendszerességgel megjelenő zenei magazinját. Ahogy már említettem, a mai műsorunk anyagi támogatója az Aliskavin Borászati Részvénytársaság. Az imént már esett szó felvételikről, most akkor egy kicsit essen szó a vizsgákról is, hiszen alapfokon a zeneiskola az egyetlen iskolatípus, amelyben minden fél évben és évvégén vizsgához van kötve a jegyszerzése. Kérem szépen kollégáimat, hogy indítsák el bejátszásunkat a Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolába készült felvételekről. Most rajta kaptunk itt téged egy kis gyakorláson, mire gyakorolsz? Most lesz a zongora vizsga. Kinél tanulsz zongorázni? Dobai Tamás nénál. Mióta? 4 éve. Mi az, amit gyakoroltál? Hacsatúrián szonatina. Ebben mi tetszik neked ebbe a darabba? Hát van a gyors része, aztán egy lassú, ami szép, kedves, és aztán megint egy gyors, ami ilyen illik a gyors és a fiatalsághoz. Mire készülsz most? Zongora vizsgámra. Mióta tanulsz zongorázni? Hát 4 éve. Szoktál ilyenkor izgulni? Nagyon. Nagyon? De miért? Hát véletlenül elrontom. Sokat gyakoroltál? Igen. Hát jól sikerült. Miért? Mit gondolsz? Mire kellett ügyelni például ennél a darabnál? Hát, hogy félre ne üssek valamibe. Miért kezdtél el egyáltalán zongorát tanulni? Kinek az ötlete volt? Hát először volt az óvodában ilyen meghallgatás, és akkor fölvettek szolfézsra, és kellett választani egy ilyen hangszert, és hát azért választottam a zongorát, mert anyukám is ott tanult, és mert szeretem. Iza, nagyon-nagyon-nagyon izgultál előtte, hogy sikerült? Hát remélem jól, én szóval mindent megtettem, hogy jól sikerüljön, és remélem jól is sikerült. Te mióta tanulsz zongorázni? 3 éve. Miért kezdted el? Hát mert először láttam, hogy az iskolában a kulturális seregszemlén játszanak zongorát, és megtetszett. Ilyenkor csak a gyerekek izgulnak? Nem, azt hiszem minden tanár nagyon izgul ilyenkor. De miért? Hát, mert tulajdonképpen mi is benne vagyunk a dologban, és mindenki annak örül, hogyha minél jobban sikerül az előadás, és tulajdonképpen magunkat adjuk a gyerekek által. Mennyire fontos a vizsga ilyenkor, amikor az ember zenét tanul? Hát, tulajdonképpen ez egy formai dolog, hogy azért mégis megmutassák a gyerekek, hogy egy év alatt mennyit tanultak és mennyit fejlődtek, és így azért mindenki le tudja évvégén mérni, hogy az ő csemetéje hol tart. Bye.
volt a nehéz ebben a darabban, amit te vizsgára hoztál? Hát szerintem elsősorban az, hogy nagyon érdekesen, szépen kell elfújni, nem olyan, mint a többi darab, hanem tényleg dinamikát kell hozni, ahogy itt a Zsolti bácsi is mondta, és elég nehéz volt megtanulni. Az idén hány diákja vizsgázott? Hú, nekem körülbelül egy 25. Uh-huh. Mennyire izgult? Hát nem annyira, mint növendékkoromban, akkor jobban izgultam, másrészt pedig hát órák alatt fölkészülünk a vizsgára, úgy általában nagyjából tudom, hogy ki milyen teljesítményt fog nyújtani. Izgul hát most tanítvány és oktató egyázni, még ebben az iskolában sem könnyű, ahová pedig általában szép érzésekkel érkezik a kis és nagy diák. Mindig megdicsérnek, és ha megdicsérnek, akkor olyan jó kedvem lesz, és akkor megint újra lesz kedvem gyakorolni, és újabb sikereket érek el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát önök a Zenesarok című zenei magazinunkat látják. A Zenesarokban következő vendégem Dobai Tamásné, a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora tanszakvezetője. Az apropó, ami miatt megkértük ma Dobai kolléganőmet, hogy legyen a vendégünk, hogy az egyik növendéke, aki amúgy is nagyon sikeres a Szekszárdi Zeneiskola történetében, országos versenyt nyert, egy nagyon tehetséges fiúról van szó, Kenderes Tamásról, Kínába utazott. Miért is utazott Kínába Kenderes Tamás? Dobai Tamás tanszakvezető. Én úgy tudom, hogy egy osztálytársától hallotta, hogy a televízió, a magyar televízió bizonyos műsorában hirdettek egy olyan föllépési lehetőséget 14 éven aluli gyerekek számára, akik olyan produkciót képesek nyújtani, amihez nem kell nyelvi segítség. És ez a család tudomására jutott, a családtagok nyomozni kezdtek, hogy hol van, hogy van, mint van, még nem egy alapítvánnyal találkoztak, amely másodízben szervez ilyen utat Kínába. 400 gyerek közül, tudtam, a 400 gyerek közül válogatták ki a résztvevőket, én úgy emlékszem 24 gyerek jutott el, és ez jó alapos meghallgatás volt ennek az előzménye, megfelelő hosszúságú műsort kértek, pontosabban rövidségű műsort kértek, nyilván, hogy nagyon pregnáns legyen az előadás, és ennyit tudok a programjukról, hogy egy hetet Pekingben töltenek, egy hetet pedig a Sárga tenger partján. Gratulálunk, a zongora tanszaka, amúgyis a zeneiskola egyik legsikeresebb tanszaka. Pontosan egy héttel ezelőtt, hétfőn a Művészetek Házában volt egy hangverseny, ahol nagyon extra produkciókat láthattunk, Kenderes Tamás a kínai műsorával adott elő részleteket, ezen kívül láttunk 4-kezest, 6-kezest és 8-kezest is. És egy érdekes bejelentést is hallottunk a koncert közepén, éppen tőled. Hallhatnánk erről, hogy mi is volt ez a dolog? Igen, hát az, hogy 4-6 meg 8-kezest játszottak a gyerekek, annak az oka, hogy mindenféle eszközt igyekszem segítségül hívni annak érdekében, hogy minél szívesebben és minél inkább maguktól és spontán nagyobb élvezettel muzsikáljanak a gyerekek, ne csak teher és ne csak nyűglődés legyen a gyakorlás. Ez a dolog egyik része. A másik pedig, ami miatt ez a bejelentés elhangzott, az a helyzet, ami előállt a zeniskolában, hogy a gyönyörűen felújított épületünkben a 35 éves hangszereink szépen sorban lerobban, azaz, hogy hangolhatatlanná kezdenek válni, és ezt a sort a nagyterem zongorája nyitotta meg azzal, hogy nem lehet több produkciót szervezni arra a hangszerre, mert olyan állapotba került. Itt hosszú lenne elmesélni, hogy milyennek az eredete egy párás, nyírkos, hűvös klímából száraz melegbe érkezett ez a szegény hangszer, ami alapvetően egy nagyon jó minőségű zongora, és csak akkor tudunk vele valamit kezdeni, hogyha egy tökéletes felújításnak esik áldozatul. Ezen túlmenően pedig én megmondom őszintén, addig nem nyugszom, amíg nem sikerül egy új hangverseny zongorát vennünk, mert ezért megyünk a Művészetek Házába szerepelni, hogy valami zongorára emlékezhető hangszerrel találkozunk, aminek csengése van, aminek fénye van, aminek a billentése örömet ad, ami élményt ad annak, aki játszik rajta, és csak így tud élményt adni annak, aki hallgatja. Most már a kívülről is tudja, hogy a zeneiskola zongora ellátottsága és hangszer ellátottsága nem ideális, de ezek szerint ezt most el is mondtuk. Milyen lehetőségeket, vagy milyen megoldásokat gondolsz arra, hogy egyáltalán hogyan kéne elindulni ebben az irányban, ebben az ügy, hogy ez az ügy megoldást nyerje? Alapítványt szándékozunk indítani,
illetve indítunk. Méghozzá olyan megfontolásból, hogy a zeneiskola 31 néhány fős tanári gárdájával, különféle hangszereivel egyszerűen képtelen nyilvánvalóan minden tanszakot egyformán az igényeinek megfelelően ellátni, felújított hangszerrel vagy jó minőségi hangszerrel, ezt be kell, hogy lássuk. Viszont ezek a hangszerek elöregedtek, elhasználódtak, nagyon-nagyon sokszoros nyűvésnek vannak kitéve. Muszáj lépni, mert azt nem várhatjuk meg, hogy teljesen használhatatlanokká váljanak. És az elsősorban nyilván azok a használókat érinti, nekik a fontos. Ezért azt gondoltam, meg gondoltuk többünk, hogy alapítványt indítunk, amire nagyon-nagyon kérjük a mindenkinek az adományait, aki egyáltalán ezt megteheti, tehát van mit felajánlania, mert egy hangszernek a vásárlása több millió, illetve sok millió forint. Azon kívül, amit az önkormányzatok kapunk pénzt, ezeket a pénzeket egy naptári, egy gazdaságében el kell költeni. Ez legjobb esetben is 1,5 millió forint, és ezt nem tudjuk átvinni másik évre. Az alapítványon ez megoldható. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát támogatókat várunk. Azért mondom, hogy várunk, mert hiszen ennek az alapítványnak az egyik alapítója a Pece és Társa koncertiroda lesz. Szeretnénk legalább még egy, de lehet kettő vagy három alapító tag is, aki társulni tudna anyagi segítséggel az alapítvány megalapításához, és utána pedig további támogatókat várunk. Aki esetleg szívesen jelentkezne, az akár a Városi Televízió telefonján, akár a zeneiskoláin, akár személyesen nálam megteheti ezt a jelentkezést, és én azonnal tovább fogok referálni Dobai Tamásné kolléganőmnek. Dobai Tamásné tanszakvezető, köszönöm szépen. És most nézzük meg együtt, az imént már említettük, sztárnövendékünket, Kenderes Tamást, róla készült egy rövid bejátszás. Csinálni Kínában? Zongorázni. Mégpedig hangversenyeken, vagy tanulni fogsz? Hát hangversenyeket fogunk csinálni ott majdnem minden másnap körül. Uh-huh. És egyedül mész ki, vagy esetleg családdal, tanárral, vagy több tanítvány? Innen egyedül, de egy 28 fős csapata, abban vagyok benne. Hogy kerültél te ebbe a 28 fős csapatba? Mi volt ennek az előzménye? Ez a Sung Ching Ling Gyermekbarátság Alapítvány hirdetett egy kínai útra egy pályázatot, és jelentkeztünk, és bekerültem. Azért egy zenei pályázat biztosan más, mint amikor az ember csak leírja, hogy mit tud. Igen, elő kellett adni az ottani műsort, és egy zsűri döntötte el, hogy ki mehet. És mióta zongorázol? Másodikba kezdtem zongorázni. Most hányadikos vagy? Most hetedikes. És miért döntöttél a zongora mellett? Az, hogy az ember zenét tanul, az persze oké, okay, de miért pont zongorát? Megtetszett a sokfélesége, meg tetszett ugye az egész az elején. Érezted, hogy még ilyen sokra viszed? Nem gondoltam. Mennyit gyakorolsz te egy nap? Két-két és fél órát szoktam. Nem lenne jobb más csinálni helyette? De, hát de anélkül nem lehet semmit, gyakorlás nélkül nem lehet semmit elérni. Uh-huh. Mi az, ami ösztönöz? Mi az, ami miatt úgy döntesz mindig minden nap, hogy leülsz a zongora mellé, és igenis csinálom? A darabok, de inkább. Hogy mindig valami újat akarok kihozni belőlük. És ez, ettől nem azt, hogy nem tudom abba adni, de ösztönöz. Uh-huh. Mit szeretnél kezdeni a zenével az életben? De elképzelhető, hogy tovább tanulok, de hát ez még nem dőlt el egészen.
Milyen darabokat viszel Kínába? Viszek két Bachot, egy etüdöt, egy Beethoven szonátát, egy Chopin Liszt dalt, egy Liszt darabot, egy Járdányi rondót, és egy Bartók szabad változatokat. Játszottál-e már külföldi közönség előtt? Igen, Ausztriába mentünk már zongorával. Más az, mint magyar emberek előtt, illetve szekszárdiak előtt? Más. Nem tudom a gondolkodásukat, hogy gondolkodnak, és hogy mennyire tetszik nekik az, hogy játszok. Izgulsz? Kicsit. De bízol is magadban? Bízok. Sikerülni fog? Remélem. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a zenesorok, és a zenesorok nem is lenne zenesorok, hogyha jazzmuzsikáról nem esne szó benne. A mai vendégemet hadd mutassam be Kelemen Endrét, dr. Kelemen Endrét, aki a Jazz Quartet vezetője, vibrofonistája, és az elmúlt héten ismét zongoristája volt, ugyanis június 8-án hétfőn, tehát pontosan egy hete, azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy parás hangulatú, vagy forró hangulatú hangverseny volt, mert a hangulat valóban mindenféleképpen forró volt, a muzsika miatt, a ritmusok miatt is, és körülbelül azt mondom, hogy a nézőtéren egy 50 fok lehetett, a színpadon meg talán 60. És Isten igazából nagyon sajnáltam a muzsikus kollégáimat, hogy át tudtam érezni, hogy mit érezhetnek körülbelül a színpadon. Dr. Kelemen Endre. Hát folyt a víz rólunk, az kétségtelen, de amikor az ember muzsikál, valahogy nem nagyon érzi, hogy a körülmények nem éppen a legkedvezőbbek, hát két szám között örülközni kell mondjuk, sőt közben is, de ezen kívül azért én azt hiszem nagyon mégse zavart bennünket. Egyébként nem én vagyok az együttes vezetője, ezt már nagyon sokszor elmondtam. Hát nincs vezető ebbe az együttesbe. Eget. Igen, hát ez egy ilyen vezető nélküli együttes, hála Isten, mert valószínűleg ettől működik ennyire. Ettől függetlenül jól működik és jól prosperál a csapat. Mire készül most a Szekszárdi Jazz Quartet? Hát a kvartett most szombaton Ausztriában fog fellépni egy esten, egy meghívás alapján, de a legfontosabb a új lemezünknek az elkészítése, amelyikből mondhatom majdnem a javából adtunk a műsorban ízelítőt, de talán a legérdekesebb az egészből, hogy ennek a lemeznek az anyakazettája, tehát az anyadatkazettája, amiről a CD készül majd a gyárban, az már itt készül Szekszárdon a stúdiónkban. Hiszen a Jazz Quartet egy saját stúdiót épített, igen, mindenestül sok munkával és sok pénzzel. Meddig dolgoztatok, amíg összejött ez a dolog? Érdekes módon már a fizikai része, a munka része az elég hamar ment, mert decemberben néhány napi úgymond alapozást követően januárban egy 3 hét alatt készre csináltuk az egészet. Hát dolgoztunk rajta. Végül is ez miért történt? Azért, mert a stúdióköltségeket szeretnétek egy kicsit lecsökkenteni? Ez az egyik része. Ez az egyik része. Talán nem is a legfontosabb része, bár ez is szempont. A legfontosabb az, hogy nem vagyunk kötve senkihez, semmihez, se helyszínhez, se stúdió időhöz, etc. etc. Tehát itt abszolút korlátozás nélkül tényleg a legjobban sikerült verzióját egy-egy számnak tudjuk véglegesen rögzíteni. És nincs idő megkötöttség, hogy egy számot, mit tudom, hát túlzás, de 2 hétig dolgozunk. Az ötlet fantasztikusan jó, mert magamról is tudom, és a magam csapatáról is, hogy amikor az ember a stúdiót kibérli, lehet, hogy éppen a csapat nem a legjobb paszban van a följátszáshoz. Nyilvánvalóan így akkor ezt a rizikófaktort ki lehet hagyni a lemezkészítésből.
Ezen a parás hangulatú hangversenyen a kvártett három szám erejéig kvintetté bővült, mégpedig Bornemisza Mária énekesnővel. Igen, ennek az a története, hogy néhány hete, néhány rövid hete a rádióban voltunk egy koncerten, amit fölvettek, és azon a rádió kérésének megfelelően Bornemisza Máriának egy négyszámos műsorát is kísértük, és úgy gondoltuk, ha már, akkor miért ne iktassuk be, ha már úgyis eljátszottuk, miért ne iktassuk be a helyi programba is, színezésnek is úgy gondolom nem volt rossz. Dr. Kelemen Endre, köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, önök a zenesarkot látták, találkozunk ismét egy hónap múlva, és búcsúzóul hallgassunk bele a Szekszárdi Jazz Quartet június 8-i hangversenyére. Hangversenyébe közreműködött Bornemisza Mária. I don't like the games with one girl.